Sziasztok, mongufták! Itt vagyunk a heti frissítéssel, ami most egy különleges frissítés, mert itt van velem Jana. Sziasztok. Őt is befrissítettük hozzánk újra az animesítókra. Na, itt a kis jó öreg fjordunk. Direkt mondtam fjordnak. Amúgy fjord, csak mindig azzal szivat Jana, hogy fjordnak hangzik. Szívecskézik a fjord, és akkor válaszunk. És akkor te is szívecskézel? Nyihoho. Na, tehát választhatjuk ezt a fehér bánatot. Hát amúgy azt, igen, ezt mondták többen, hogy a farka nem túl életszerű. Nem. Olyan, mint egy anime szereplőnek a haja. Vagy anime szereplő haja, nekem meg azért eszembe, hogy a szomszéd Marci néninek a felmosó rongyá már eléggé használt. Vagy pedig egy luxus feleségnek a sála, ami már szét van használva. Hát meg olyan kis szerencsétlen a... Igen. Ő meg a szopott gombóc. Ó, nagyon cuki! Nekem szopott gombóc, olyan, mint egy malac. Nekem nagyon tetszik. Vizsgáljuk meg közelebbről. Nézzük meg a felépítését. Ott vannak a patkóik. Nézzük meg neki is a farkát. Oké. Na, ez már farok. Dik. Wow, benne van egy észak-svéd. Dodu, jó! Ami kicsit hasonlít az észak-svédre is. Igen. Szia, te bánat! Ez is bánatos. Ez úgy ízik, krém bánat. Igen. Norvég fjord. Nekem a karamella jut eszembe róla. Kevés olyan fajta van, amely annyira felismerő és kedvelt, mint a merész norvég fjordló. Az igáslovakra jellemző izomzottát, kis termetű fajták fürgeségét ötvözte az ősi barlangrajzokat idéző sziluettjével a fjordló a lovas világigazi ikonnak számít. A fjordló a világ legrégibb fajtái közé tartozik. A viking temetkezési helyeken talált leletek arra utalnak, hogy a fjordokat, mi fjordot és a legközelebbi rokonai több mint 2000 éve háziasították és szelektíven tenyésztették. Ma minden fjord hozza a fakó higítógént. Ennek a három alapszínnek bármégén pej, fekete-sárga, kisebb csoportjuk a krémgén hatásait mutatja, melyek közül a legritkább variáció a kvít. Biztos lesznek megszínek a fehér jelen, amely dupla krém hígítása rendelkezik a legfeltűnőbb, mély szembetűnőbb jelzetes ősi mintázatuk, egy sötét háti vonal, amely a sörényen és a farkon húzódik végig, illetve a lábakon és a maron található. Én ezt már hallottam, még mese is készült róla túl a sörényen. Található vonalak. De durva. Fjordlovak igazán mindenben jók. Szegény sirály mellette izomlázat kap. Elég erősek ahhoz, hogy a földeken és az erdőkben dolgoznak, de cuki, Istenem! Számoljátok meg, hány száncsapást csinál, amit végigolvasok. De szabadidős tovaglásra, valamint versenyekre is kiváló választás. Szelíd vérmérsékletük miatt mondhatjuk úgy is, hogy bomba biztosak. Bomba biztos. Fjord népszerű választás lovagróiskolátok és terápiás lovagláshoz. Ezek a szerethető társak nem hátrálnak meg, még legkeményebb körülmények között sem. Vigyenek kalandjaid akár a dermesztő dinővégbe, vagy viszva a rögös ösvényeire. A fjorddal tuti nem lősz mellé. Wow! Hány száncsapás volt? Írjátok meg kommentbe. 85. Hát megveszem! És ezt úgy gondoltam, na kösz, hogy beleállsz a képbe, hogy a felét te adod, felét én, de viszont annyira adja magát a karamell. Oké. Okay. Csak ne kuki legyen, mert olyan már van. Igen. Meg a kék is lehetne amúgy, vagy candy. Ilyen kis édes, legyen candy. Crush! Tőlem lehet candy crush? Nincsen crush amúgy szerintem. De. Van. Candy crush. Jó, legyen candy crush. Candy crush. Ok. Sweet. Sugar. Candy crush. Ez candy man. Ez meg candy horse. Majdnem Kentai úr. Ne. Gratulálunk az új lovathoz. Amúgy őszinte leszek, engem nem győztek meg az új lovak, nekem a régi jobban tetszett, de be akarjuk nektek mutatni azt, hogy hogyan működnek. És ha most azt hittétek, valaki beleintegetett a videóba, szia! De hogyha most azt hittétek, hogy én innen így hazamegyek, akkor nagyon tévedtetek, mert így. Érted, megyünk? Úgy van, Sirály. Tudjuk, hogy hol laksz, vigyázzak. Szoktuk beszélgetni a Sirályon most már. Benne már a szállal, mint én. Igen. Én neked ez újdonság volt. Igen, én vagyok doktor Dolittle. Mi? Dolittle? Dolittle. Ez Dolittle.
Hoppá, Batman! Ja, nem Batman, az elsőnek készítem Batman. Igen, úgy van direkt megcsinálva, hogy úgy nézzen ki, mint egy Batman. Közben az meg két lófej szívecskével. Hány lovat van, 70? 40 vagy Batman? Hazajöttünk az istallóba. Igen, Dave tegnap megnézte, ahogy én szenvedtem a lovaimmal. Mit csináltam, meséltem. Sorba rakta itt kint őket, úgy de szép rendben nála. Kiraktam ők, nagyon gyönyörű szép rendben. Szóval sorba rakta őket. Itt látszik, kiket szoktam használni. Hogy izé, ott voltak hátul a trakenenik, aztán izé a luzitánok, három luzitán, két trakenenik, meg az őslovak, az négy volt, meg a pónik, meg itt, és azt csináltam aztán, na most ki akarom edzeni az összes lovam, és már 11 lovam ki van edzve, 9 meg nincs. Úgyhogy ott van Candy Crush. Hani. Szóval... ki akarom edzeni az összes lovamat. Hogyan és... tudok istállós lent bérelni? Eljött az idő, hogy megcsináljuk. Ott ott. Úgy is csak alszik, és azik a fizetést. De jó neki. Én is szeretnék. Alszik a lovak közt. 30-ig lehet, ugye? Igen. Hát lehet tovább is szerintem. Nem, az a max. Megvesszük. Megvettél? Igen. Kiszámoltuk, hogy igazából 4 héten keresztül kapunk 100-at, akkor most 2-10-et megér, hogy ez mégse boldog. Azért, mert még nem egyből lesz nagyon boldog, fokozatosan lesz egyre boldogabb. Azt hittem, hogy egyből átvált zöldbe. Nem, állom, hogy királylány. Na, itt a kis Candy Crush, igen. Na és tegnap végül befejezem a mondatomat. Tegnap elraktam az összes 15-ös lovamat, azaz 11 lovat elraktam a legelőre, és csak azokat hagytam elő, akiket még nem edzettem ki. Ó, szőrén ülöm meg a lovat. Azt a mindenit. Na, nézzük meg az új csutakolót. Na, én erre amúgy már nagyon vártam. Amúgy itt a smink szoba is, ezt te még nem láttad szerintem. Smink? Hát, hogyha veszel hajat meg sminket, akkor tudod aztán cserélni. Aztán tudtam, hogy smink szoba. Múltkor jött be, csak nem használtam, még nekem nincs. Na, beparkolunk az új BMW-nke. Felül az enni a Candy Crush-ra. Őt várja a mógúftáj. Aj, slagoljuk le! A hasát, csak meg ide sátuljon, a hasára nyomasd! Tudsz izé, tudsz menni közben? Nem, de vannak ilyenek. Figyelj, óóóó! Kitámasztom, aztán jó, összehabozom, meg megszivacsolom. Na, horse wash, yeah! Ó, hújlajta a szőrét, mint a Muki. Csak, ja igen, csak Krisztina Aguilera számokat mondunk csak most. Itt meg másik oldalt is hújlajtjuk a szőrt. Ha megint leslagoljuk, hogyha már jó összeízzette a szőrével, és befejeztük. De jó. Kogyörül neki. De édes Isten. Ez amúgy cuki újítás. Tedd már a helyedre a lovalkikat. Majd, az másik frissítésbe. Jaj, a sirályaim! Tudtam, hogy valami hiányzik. Hát visszük a sirályt magunkkal. Add ide. És a szettet le lehet venni ezekről? Persze. De ezt beleadják, nem? Hogy érted? Mert ugye a fjordokhoz adnak szettet. Ezt ahhoz adták, igen. Tehát ugye ez rajta van. Azt nem kell átrakni rajta. Ez nullás. Ezt igen. Azért mondom. Ezt a háromat igen. De durva. Majd legközelebb már be kell pakolnom a szekrényembe is. Most lecsupaszítottunk. Jöjj, de fura vagy így. Ez így. Nem is igaz, az egyikről nem vetted le azért a halter. Mi az, hogy hívják? Mit mondunk? Nem tudom, hogy van magyarul. Na, gyorsuljunk be, mert amúgy ez is egy fél órás frissítés lesz így. Nem jut eszembe, hogy hogy hívják. Sirálypajtás. Ez volt, meg ez volt. P. Ez az új Fjord Focus. A legújabb. Ó, most jött a gyárból. Na, nézzük meg, hogy hogy tudunk vele szágbuldozni, hogy bemutatjuk, akik még nem vettek új Fjordot, hogy milyen a mozgása, meg a nézése. Tényleg furcsánkozom a farka. Körözve. Nem körözött ez. Szép. Nagyon szép szerintem. És most neki megy Dave egy fának. Hoppa! Csodás. Befékez. Nagyon szép. Nekem nagyon szép.
Vágtál szilaj. Szilaj. Akarom van egy candicrus. CC. CNC. Lesz H&A is. H&A, az mi? C&A, meg H&A. Nem baj. De a kettő nincs. De majd az lesz a mi cég. C&A. Gratulálom. Csak meg akartam fürdetni. Hát egyszerűen már megfürdetted, nem kell most meg így tengerre is megfürdetni. És most megfullasztod. De kedves vagy. Mondták már? Hát igen. Túlságosan mély. Elvileg még sorén tudunk neki gyártatni, azt itt hol tudok? Hát itt, nem tudom, hogy tudsz-e, menj el mondjuk Steve Farniára. De jó, hogy... Nézd meg-e, nem akar megállni. Nézd meg, nézd meg. Steve Farnián? Na akkor bemutatjuk, hogy elvileg több fajta Steve Farnián is sorény lehetősége van. Sorény. Stylist. Akkor elnézünk oda. Sorény. Mi akarsz lenni a nagy lezős önésztárc? Ez a duda miért kell folyton be lesz, még a mai napig nem értem. Hát azért, hogy megjött a rószállítós. Cucc. És jelez. Meghoztam az állatot. Az állatot? Nem meghozta az állatot. Hát még csak most jött ide? Ja. Csak most fogjátok üzé. Most fogjátok betenni. Azt azért megnézem, hogy répával becsalogatja. Nem répával becsalogatja. Akkor betolja, mint a trabantot. Nem, be van tanítva a ló. Nem arra másik irány. Ne jönj ilyen gyorsan, neki mész a falnak. Jó van, noha. Megszoktuk. Ne menj ilyen gyorsan. Ne menj gyorsan. Mert itt fogunk bemenni. Nem. Itt. Steve Farmjene. Hát én ezt sose használom. Arrébb még. Itt a traktor. És láttátok, hogy mindegyik traktornak Silverglade-ben izé. Na itt hol lesz Jim kb? Warren száma. Kb. Hát de most mutogatsz a másik irányba, azt mondtad itt. Hát hol? Ott. Ja, ez a fodrász, a kefe, vagy fésű. Hát nagyon nehéz rá. Hey, Csajci! Parti indul, ez nem vitás? Katasz. Szerelmes lennék hónapig. Szóval ezeket tudod neki megcsinálni. Rá kell kattintani. Látom így is. Ja. Ő, ez szép. Hát így úgy néz ki, mint egy éjszak svéd. Fúj, de akkor bassz, na így szopott gombóc. Szopott gombóc! Fúj, olyan, mint egy... Nézzük meg másik, előre nézzük, hogy nézz meg. Tényleg úgy néz ki, mint egy tengeri csikó, hogy előnézetből nézd meg, amikor szopott gombóc. Áááá, tényleg olyan, mint egy tengeri csikó. Nagyon szopott. Félj. Szerintem az első ilyen cincangos volt. Hát az annyira csúnya. Ne legyen csúnya szopott gombóc. Csúnya. Ti szerettétek volna, hogy szopott gombóc legyen? Menj arra, azt szerintem ez a legszebb. De ez így pont nem látom már. Akkor, hát így se fogod nagyon. Ez a legszebb szerintem. Szépen. Ez meg így már teljesen másik lóni. Hát nekem ez nem tetszik. De dönts te. Melyik tetszik neked? A második. Ez. De a farka is változik. Látom. Jó, akkor most legyen Janának karácsony. Októberben. Megvettük low a hajam. Stylist, nem sorén stylist. És most már olyan a hajam? Igen. De azt nem mutatja, nem tud leszedni. Úgy, hogy a pénzért. Ja, nem paróka. Nem. Paróka. Na nézzünk egy Steve versenyt is így. De azt mondtad, hogy együtt fogunk versenyt. Együtt fogunk, de egy versenyben megmutatjuk, hogy hogy megy. Persze, meg csalsz. Na, hogy megy el egyes szinten? Aránylag gyors, tehát gyorsabb, mint mondjuk a Paunik. Jobban megy neki a kerítésnek. Igen, ez így gyorsabban teljesen karambol. Gyorsabban tudunk be neki menni a kerítésre. Jó, a space az kb. Ezért másoknál sem működik. Jaj, olyan érdekes, hogy nálam mindig működik. Hát érdekes, 3-4 videósnál láttam, hogy nem működött a space. Jó, biztos, hogy mindenki van. Mill Hill.
Bill Hillars itt. Opa! Gangnam. Szép az ugrása. Miért kerülött ki? Mert nem ugrasz el? Mert én így szoktam. Hát sokkal gyorsabban lehet, hogy menni. Én a jó bejáratot öregült. Poroszkálunk előre. Ott meg oldalt is el lehet menni, és akkor nem kell. De ez bezzeg átugrom. És milyen szépen ugratom, hogy a legtöbb esetben ilyenkor beveri a patkóját a többi lova. A trackerei volt, ami nagyon nagyot ugrik. Meg talán kicsit ahhoz hasonlít az irányítása. Hát nem tudom. Nekem a régi Fjord most jobban bejött, hogy azt használtam kb. Egy hétig. Nekem az hétig? Nagyon egy hónapig azt használtad putó. Mi még nemrég vettem meg. Mi? Két hete, most vették ki. Még múlt héten vették ki. Tényleg az hafi volt, bocsánat. Azért mondom. Elsőztem amúgy, hogy már meglett a Fjord. Melyik az új? A régi. Hát, hogy sikerült neked. Hát, de látod. De tök jó, olyan büszke vagyok. Na, egyéni rekord volt egyszer, csak nem most. Adjuk le. Ügyes vagy, kislány. Ezen kívül amúgy... Hoppá! Igen. Ezen kívül még lett egy másik Fjord, azt még megmutatom neked, és ezzel zárjuk a mai videót. Hol van? Pintában. És az fontos, hogy 6-os szinttől bárki megveheti. De mondjuk akkor kell a Star Rider. Nem lehet 6-os szinttől, akkor is, ha nem vagy Rider. Olyan esetben, hogyha megvan a Rider-ed, megcsinálod a 6-os szintet, és utána nem vagy már Rider. Aha. Tehát lejár a Rider-ed. Akkor szerintem nem megy vissza 5-ös szintre. Hát csak nem. Hanem megvanod a 6-os szint, csak nem vagy Rider. Awesome. Mert Pintában van a harmadik, de én nekem az annyira nem jött be, azért ebből a kettőből választottunk. Mert? Nekem nagyon sablonos az a ló. Olyan, mint az mi a nagyok. Sablón! De amúgy szerintetek is kisebbek ezek, mint a régi... Fjordok. Igen. Szerintem igen. Szerintem is. Pöti ló. Na nézd, itt van. Itt. Mindig rakjuk be az újdonságokat. Sötétebb a színe ehhez képest. Aha, igen. De így ugyanilyen színe volt a nagyomnak. Igen. Mikor beálltam vele szembe. Cuki. Igen, csak ennek nem fekete ilyen markerek vannak a farkán, hanem barna. Igen. Annyiban különbözik tőle. De tudja, hogy még jönnek be jövő héten új színekbe, ezt nem hagyják ki szerintem. Hát ki tudja. De nagyon cuki, nekem nagyon tetszik ez a ló. Mindkettő cuki, de ezt szerettem volna jobban. Nagyon szép. Nekem nem tetszik. Na jó van, mongufták, reméljük tetszett nektek ez a kis fjordozás. Nekünk tetszett. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Most a videó végén találhattok két videót, ami Jana csatornájáról van. Nézzétek meg azt is, és aki még nem iratkozott fel rá, azt tegye meg bátran, mert most már nála is aktívabban lesznek SSO-s videók. Így van. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Igen, és ez a póló pedig pokélabdás.